Három vereséget követően mindenképpen nyernie kellett a Kisvárdának ahhoz, hogy távol tartsa magát a kieső zónától. A győzelemhez vezető úton az első lépést a sérülése után visszatérő Pavlov tette meg, amikor a 12. percben egy szögletet követően fejelt az egerszegi kapuba. A 71. percben Mikey meglőtte már-már szokásosnak nevezhető gólját, a hajrá azonban izgalmasra sikeredett. Simon Falvi a 85. percben szépített, a csattonó azonban a hazaiaké volt, a 88. percben Molnár biztosította be a Kisvárda győzelmét. Nagyon küzdelmes mérkőzés volt, és úgy érzem, hogy a elmúlt mérkőzésekhez hasonlóan most is rendkívül fegyelmezetten játszottunk. Ennyit jelent, hogyha van előre támadom, és akkor az elől lévő helyzetekkel jobban tudunk sáfárkodni. Gyakorlatilag a korábbi mérkőzéseken is megvoltak a lehetőségeink, csak ugye hátul mindig hibáztunk. Most nem vállaltuk fel olyan bátran a támadójátékot, mert azért itt az Alegerszegnek vannak minőségi játékosai, mint ahogy ugye be is mutatták, és zavart is tudtak néha kelteni. Ugyanakkor a mérkőzés 90 perc alatt összességében azt mondom, azokat a helyzeteket, amiket tudtunk kialakítani, azokat magunknak köszönhetjük, tehát nem az ellenfél alakította ki, hanem mi kihasználtuk az ő hibáikat, és egy nagyon nagy győzelmet arattunk a legjobb időben. A vendégek edzője szerint egyéni hibák vezettek az alegerszegi csapat vereségéhez. Másodosztály szinten azért egy látványos mérkőzés volt. Egyéni hibákból úgy gondolom azért eléggé ott jártunk az elsők között. Azt mondta, én mérkőzés előtt is azt mondtam, több mérkőzést láttam Kisvárdáról, hogy egyik legjobban, legmasszívabb és legtaktikusabban játszó csapat. Gratulálni tudunk csak nekik, és sok sikert kívánunk majd a jövőben. A 14. forduló további eredményei Sziget-Szent Miklós-Nyíregyháza Spartakusz 1-0, Kozár Misleny Vasas 1-3, Ajka Békés Csaba 2-0, Dunói Város Tatabánya 1-1, Siófok Cegléd 1-0, Szolnok Sopron 1-2 és Gyirmut Balmazújváros 4-1. A tabella élén a 32 pontos Nyíregyháza áll, megelőzve a 29 pontos Dunói Várost és a 27 pontos Siófokot. A 17 pontos Kisvárda a 11. helyen várja a szombati ceglédi vendégjátékát.